Ada Valé? Mondjad, fiam. Kérdezhetek tőled valamit? Most mondtam, hogy mondjad, fiam. Na, ki vele? A rejtett bengével? Ki vele? Nem, nem a rejtett bengével, de hogyha tovább szorokozol, a nyakadba... A nyakadra teszem ezt a rejtett bengét. Nyakamra teszed? Az gyaklátsz lesz, hogy mi? Nem úgy értem. Tudod, hogy értem. Nem, nem, nem tudom, hogy értem. Szórakozó fiam vele, vagy mi a fasz van? Adé, miért beszélsz csúnyán? Miért beszélsz csúnyán? Mert hülye vagy! Azért! Azért? Ez ilyen rím lett volna? Adé? Azé? Vagy mi? Hülyéskedsz! Még mindig? Ja nem, azt szeretem volna megkérdezni tőled, Adé, hogy ebben... Itt miért nincsenek állatok? Na, úgy jött a vész, hogy nincsenek állatok. Ebben a DLC-ben. Ez hogy lehet? Téged miért hagytak el az állatok, Adé? Fiam, tudod, vannak okos emberek ebben a világban, és vannak hülye emberek. Te nem az okos emberek közé tartozol. Jó van, de még azt szeretném megkérdezni, hogy milyen volt Edward? Milyen volt Edwarddal együtt szolgálni, vagy harcol, meg ilyesmi? Fiam, befogod a pofádat. Sziasztok, Norbi vagyok, az Assassin's Creed Freedom Cry DLC-vel, és tényleg azt tűnt fel, hogy nincsenek állatok a játékban. Nem tudom, hogy eddig nem fedeztem fel, biztos nem a szakadó esélyben lesznek itt az állatok, de nem, tényleg nem fedeztem fel eddig, hogy lettek volna, de mindegy. Elvileg az utolsó részhez érkeztünk, az ötödik részhez, szóval ültessünk magvakat, vagy mi volt itt a küldetésnek a lényege. Megnézzük, hogy milyen küldetés ez, hogy ültessünk magvakat. Oké, egy veleg. Na, mindegy, ott fel kell menni, itt a Cut House-ba vagyunk megint. És bocs, hogy ilyen sok Assassin's Creed Freedom Cry rész van mostanság feltöltve, de tényleg be akarom fejezni ezt a DLC-t. Nem azért, mert szar lenne, hanem most minek húzzuk az időt, nem? Én így vagyok ezzel, amúgy meg el van borulva. Na mindegy. Oké, milyen magvokat kell most ültetni? Ezt a ládát én kifasztam, kilútanom. Ja igen, még mindig barlangban vagyunk, tudom. Promises, promises. Tün, tün, tün. I just want some mean. Tudu, 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 tudu. Joaquin François. Henry Marchand. Hello, sziasztok. Most ilyen forradalmárok lettetek? Vagy mi? Vagy jöttök legénységbe, vagy mi van? Kikötő mester, hogy elintézik az utazással kapcsolatos utolsó teendőket. Aha. Ekkor lehet majd kicserélni a dokumentumokat. Amen. Thanks. Mennyi thanks? Bastian. Na. Szóval akkor... Úgy van. Azt hittem megpuszíjuk a kezét is. Megyünk is? Na. Akkor ne ültessünk magukat? Vagy most mi azt hittem kártészek leszünk? Találd meg Louis Godent. Oké, megkeresik Louis Godent. Amúgy ott van valaki, ott járkál, futkorászik valaki. Hé, szökés! A nagy szökés! Liba mely kacsa mely? Igen, és akkor mi van veled? Kicsi gesztője, barna a szeme. Úgy mosolyog már, mint a te is tudnád, igen. Ó, most végre belekóstolsz, aztán menj minden ugyanúgy. Tovább. Tu. Ezt a dalt a templomosoknak küldöm. Ja, amúgy most meg üldöznek minket, azért nem tudjuk, hogy hova kell mennünk. Meg ilyesmi. Ilyesmike. Mikes kelemen. Na mindegy, akkor. Jó van, akkor. Gyorsan. Hoppá, bele a bozótosba. Így van. És akkor körülbelül szerintem itt van a célunk, ahova mennünk kell. Illetve még az a célunk, hogy ma megnézzük újra a Last of Us első részét, illetve a másikat, de az másik cél, az egy nemesebb cél, vagy nem, ez a nemesebb cél. Szerintem oda kell menni. Vagy nem? Nem, mert még üldöznek minket. De lehet, hogy oda kell menni. Hova kell menni? Én addig megyek, amíg nem találok valami házi állatot, mert nem hiszem el, hogy ebben a játékban nincsenek ilyen házi állatok, meg mit tudja minden. De tényleg, hol tűntek a házi állatok ebből a DLC-ből? Takarodj me! Mindig csak ehhez éltesz a lövöldözéshez, semmi máshoz. Ott van Louis. Louis bro. Kövessük. Louis bro. Yeah, bro. Szóval menjünk akkor Louishoz. Beszélget. Na most már nem fog beszélni. Na mindegy.
Haha. Altatás, altatás, ilyen altató orvos vagyok. Minden, kövessük, Luis, ott van Luis, majd már Luis. Luis Fernando López! Hey. Nem, oké, okay. Így, pipit. Menj közel a célponthoz. Látom még egyébként, nem vagyunk ilyen azért rövidlátóak, hogy valami, vagy most így akarja a játék tudatni velünk, hogy Adevali rövidlátó, vagy micsoda? Vagy nem tudom. Tényleg, amúgy én nem, most, még most tűnt fel, hogy nincsenek háziállatok ebbe a DLC-be. Már madarakat láttam, ugye meg vannak halak, meg ilyesmi, meg hasonló, de ilyen macska, meg kutya, meg ilyesmi, hát hova tűnt? Vagy ez ilyen szigetek ezek? Menj, mert a picsába, hogy nem lehet játszani, bazd meg. Már bocsánat a káromkodás, hogy dobálja a követ, vagy nem tudom mit akar. Mondjuk ebbe a AC-nél is dobált a követ. Azt hiszem, hogy igen? Nem tudom. Én még emlékszek az előző küldetésre, sajnos, hogy milyen volt, nem volt jó, ugye emlékeztek ti is ott a pajtában. Reméljük, hogy ez a küldetés nem olyan lesz, mert akkor az ilyen hosszú rész lesz, hosszú epic final. Is the epic final round is coming tonight. Tonight, in this series, watching ending now. Nem mindegy. Okay. Nem. Az őrök figyelik, mit? Hagyjatok már, mindjárt belelököm a kútba. Úgy lesz. Ugolj bele a kútba. Meddig megy még ez el? Meddig megyen? Ajaj, hátranéz, és most visszanéz. Visszanézünk a múltunkban. Remélem jó ötlet lesz az, hogy a picsádba. Remélem jó ötlet lesz az, hogy az Assassin's Creed Rogue-ot streamben fogom játszani. Szerintem jó ötlet, mert elég hosszú játék, és tényleg nem akarok azt mondani, hogy hónapokat töltsünk a Rogue-gal, utána Unity-val is hónapokat, utána Syndicate-es hónapokat, és az AC1-gel is hónapokat, és utána Origins meg pláne streamben kell játszani, mert az olyan hosszú játék lesz, hogyha én a sorozat formájában játszom a Origins-t, azért két év. Körülbelül egy AC, két év, szóval. Na, én nem megyek oda le. Félek. Cseréld ki az utas listát. Jó. Oké, hol vannak az őrök? Úgy. Csinálni kéne ilyen kis... Ne bánts Goldint, vagy a kikötőmestert, akkor nem kéne csinálni ilyen izét, ilyen, tudjátok mit, ilyen... ilyen megvadító nyíl, azt most akkor hagyjuk. Szerintem megvadító nyilat, és elhőtt a altató nyilat. Na mindegy. Hogyszer? Pácra. Jó, hogy. Jaj. Gyors. Epilepsz. Jó. Strepsis. Menekülj el a környékről. Első. It's raining man. Halleluja, it's raining man. Arrivali. Amen. Kész. Szép macséta, jó macséta. Szereti a norbókája. Na most ők rabszolgák? Hát nem, izék, nemes urak. Igen, és akkor elviszi őket a hajó. Szoktam mondani, hogy ez a hajó már elment. Minket meg a eső meg üt, meg ázunk. Black flag. Így van. Lehet ezt mondta sok brit katona is, mikor meglátta a fekete zászlót, a csóka tetején a Black Flag végük lesz, és nem lett végünk. Sohasem lett végünk. Sohasem. Oké, okay, menjünk. Jó, ez könnyű lesz, könnyűnek kell lennie. Meg is kell neki nyerni. Könnyűnek kell lenni, mivel fel vagyunk upgrade-olva teljesen ezzel a hajóval, ezzel a nem tudom milyen neve ennek a hajónak. Én most sem tudom. Nem is fogom már szerintem megtudni, vagy megtanulni. Jamil. Jó. Védd meg az expedíciót. Megvédjük az expedíciót. Sima liba. Zsíros liba szelet. Olyan szar idő van kint. Ilyen havas esőt is mondanak, már mit tudjam én mit mondanak. A fekete fenében. Hova tűntek a cókmókok? Hol vannak a cókmókok, hogy nem lehet felvenni a cókmókokat? Na, nem tudok odáig elmenni.
nem tudok odáig elmenni. Na mindegy, akkor igen, már viharba vagyunk, ugye? Közben egyébként egy ősi dallam hallható a háttérben. Én éneklek egyszer semmiben, egyébként abban a videóklipben, amit felvettünk a dal mellé. Érdemes megnézni, majd elküldöm a linket a komment szekcióba. Ah, damn it. De ők miért olyan sokkal gyorsabbak, mint mi? Mi az? Mit látunk? Mi? Mi az? Ki az? Nem látok én semmit. Na, már megijedtem. Már megijedtem, hogy csúnyát látok. De nem fogok majd tudni aludni. Sérüléseket szenved az expedíció. Hát sérülés. Sérülés. Nekik ment egy elefánt. Egy vízi elefánt a hajónak. Hát. Na van olyan néhány napján. Meg lesz az. Én... jó lement a Vautúrnak a... HP-ja. Én tettem ennyire tönkre? Tönkre teszlek idegileg. Hát ezt nem akarom elhinni, hogy az a hajó annyira bírja. Hát mi? Na, most nem szabad. Nem szabad mozsározni, mert nagyon a közelükben van. Most viszont már szabadna szerintem. Azt akartam mondani, hogy Szabadka? Igen, mennyi höpője van még enneki? Elég sok. Jaj, a höpö. A höpös mindenségét. Jaj, de közel vagyunk. Így. Puff. Meg piff-puff. Ez az. Remélem abba a hajóban sincsenek házi állatok. Firex. Tessék. Hordócska. Nem cefrének dobálom. Nehogy azt higgyétek, hogy felveszitek egy cefrének való kis hordócskát. Isten őriz. Na de most miért nem látok? De mindegy, most olyan, mintha Adavali a pohár fenekére nézett volna, mert nem tudom. Jaj. Úgy, még egy kicsit bírja. Most már nem hajó, most már csak hajócska. Így van. És kaptam. Úgy. Na, megvan ez is, és akkor remélem nem jön valami, mit tudjam én, legendás hajó, meg ilyesmi. Hát még ez a hajó is eltűnt, nem hogy a legendás hajó megjött volna. Oké. Na, egy kis tengeri harc. Nem mint hogyha már Adavali nem élt volna meg sok tengeri harcot, nem mindegy. Viharban nem használhatod az utazó képességet. A banyatankot nem véletlen viharban. Oké, most Adavali magába beszél, mert pszichológusa így ezt ajánlotta neki. Ami nem magába beszél, hanem vissza kell akkor oda mennünk. Megyünk is? Adavali. Még jó, hogy ki tudja mondani a nevemet. Ez a... Nem tudom, még most sem tudom, hogy hívják a fedélzetmesterünket. Lehet Józsin Fázsin? Nem tudom, hogy hívják a fedélzetmesterünket. Augustin. Na, most már azt is tudjuk. Augustin. Az igen, flottát akar irányítani Augustin. Na, nagy rovágyó ember. Azt a kurva. Whirlpool. Na, bocsánat, Whirlpool. És akkor én azt mondom, hogy gyors utazzunk, most már itt, mert tényleg ilyen tengeri beteg leszek. Ahogy egyre jobban idősödik Adavali, egyre jobban nem bírom ezt a tengeri betegséget. Szóval, most az a tengert. Szóval megyünk újra szárazföldre. És itt is vagyunk a szárazföldön. Először elmegyünk boltokban. Például ebbe a boltban, nekem az olyan fincsi. Ja, itt nincs is izé, az nem is bolt. Hát akkor nem. Gondolom itt lesz valamelyik utcában egy bolt, amíg oda nem érünk a főkörtéshez. Mennyire már innen? Elkapom a kolerát. Igen? Hát nem. Hát itt nincs bolt, de miért itt? Nem értem ezt a Port Prince-nek a fel... Nem tudom feldolgozni, hogy miért pont itt van bolt, miért nem itt a falu közepén van bolt, miért itt kint? Ez olyan, mint hogyha Szalók határában lenne egy bolt, és a közepén nem lenne semmilyen bolt körülbelül. Mert altatónyíl is elfogyott. Tudom, hogy lehet craftolni, de hát az lusta vagyok. Inkább segítem a szegény kereskedő urat. Legalább szerencsére remélhetőleg, hogyha én jó tettet csinálok, még a videójátékokban is, akkor remélem nem vesződik el majd a Gate Online-os karakterem.
Oké. Okay. Nem volt ott a csávó, de nem kell ezzel foglalkozni. Lőszer, ide, oda spónolt. De amúgy olyan sok buggal már nem találkoztunk, szóval... Mindegy, egy kicsit ilyen... Azért látszik, hogy DLC, ugye a barlangban beszélünk, meg mit tudjam én. Bebaggolódik a kulcskeresés, vagy milyen keresés. Látszik, hogy DLC, de egyébként nem egy rossz DLC. Ez az első DLC szerintem az Assassin's Creed-ekben, amit végig is viszek. És szerintem az utolsó is. Nem azért már szar, de már elmondtam valamik részben a DLC-kkel való viszonyomat. Úgy. Ó, hogy nem ihatok. Le a hajóval. Hogy ki van már csípve? I beg you to reconsider. Special orders from your sometimes confidant, the governor. No, it is as I feared. With all the slaves you have freed, the French are in panic. Let the French live in the fear they earned. It is not so simple. Curfews are strict. Kiárási tilalom van. Harsher and more frequent. Help the ones you freed, but at what cost to the ones you can't? A small price for independence. The sooner Augustine's revolution comes, the sooner all slaves will live in peace as free people. Gouverneur de Fayette threatens retaliation. And he is behind this. No, Adwali. Not another word. I don't want to hear it. Ezzel a csajjal, ezzel sosem vagyunk kibékülve, nem? Az is mondja magáért, mi is mondjuk magunkét. Nem, nincs össze. Nincs megegyezés egyáltalán ez a csajjal. Nem tudom, nem szimpatikus. Még most sem szimpatikus. De mindegy, aztán lehet, hogy feleségünk lesz. Kalóz korában sok rabszolga hajakadt az útjába? Elég sok. De amikor Kembi oldalán hajóztam, a zsákmány volt az egyetlen érték. A zsákmány, és mégis a zsákmányhoz vezető értesülés. Nem voltak még rabszolgahajók a AC4-ben. Hát igen, Adavali csak tette a dolgát. Így van, és utána leállt a kalózkodással, utána assassin lett Adavali. Nem, és akkor oda kell mennünk. Ezt meghallgassuk. Hello, sziasztok, még beszélgetünk. Na most már nem beszélgetünk, most már megyünk. Na, még jó, hogy fel-upgrade-oltuk ezt a hajót. Egyébként, mert most eléggé szopornyica lenne, hogyha most így gyenge hajóval mennénk oda. Tudku, és az Assassin's Creed Rogue-ba is kell majd a Morrigant upgrade-olni. Elég erőteljesen. Szenvedj 50%-t kevesebb sőt a tengeri csata során. Jó van. Hello, milyen hajók ezek? Nem látom. 23-as szintű. Júj. Félelmetesek. Hold on. I'm gonna be hold on. Take us time. You're gonna be having a hold on. Úgy, ennyi megvan, és látjátok, hogy nem lehet most őket kifosztani, egyből elsőjönnek, mennek a izébe, tenger fenekére, amiket nem a tenger, nem tudom, milyen mély lehet a tenger, nem nagyon, majd kilóg majd a árbóc, az biztos majd ebből a vízből kilóg majd az árbóc, azt majd kiugassza a úszógumit, mert egy kisgyerek, mert itt úszkál, vagy nem hiszem, hogy itt úszkálnak a kisgyerekek, itt van a rabszolgahajó, ez mi? Ez mi? Azt hittem a kormányt fogjuk, most már nem fogtuk a kormányt. Ki az? Hayton Canvey? Ja, ő még csak 10 éves. Nem siesztik el a shipet. Nincs ship. Gyorsan kell cselekedni, kapitány úr. Jövök már. Itt vagyok. Ne félj, amíg engem látsz. Így. Még egyszer. Te. Egyen a 400 forintos kakós csigát. Jó, ments meg a felér közben. Szorult. Rabszolgákat. Oké. Már jövök is. Nem jövök. Hello.
gyorsan ki kell nyitni az ajtókat, nehogy ott megfulladjanak, hát inkább elégnek először elevenet, de utána még megfulladhatnak. Jó, menjünk. Na, mi van? Bebugoltam, gyerekek, nem tudom. Na, mit csinálok? Na, adé! Jó, azé. Na, úgy. Nincs itt senki, ma. Gyorsan. Lassan. Jövök, itt vagyok. Gyorsan, mennyi időm van még? Gyorsan. Hoppá. A rejtett meg is meghalt. Na mindegy, gyorsan hozzátok a poroltot, meg kell menteni Deniszt. Szegények. Mi a megvan a bilincsel, vagy mi? Mit csináljak most? Mit csináljak? Hello! Gyertek már, gyere, mit feküdtök itt? Jaj, hát a szegény megvan a bilincsel, mit csináljanak szegényeket? Jaj, meg fognak fulladni, vagy meg fognak, eleven el fognak fulladni. Jaj Istenem! Nem jó csinálom, szarul csinálom, a puskám. Na még egyszer, most spacét kell nyomni, spacé, ne legyél facél. Ó, hát a quick time eventes mindenségeteket, azt. Na most akkor először space. Balegérgomb. Úgy. Már megint a barlangban vagyunk, nem számít. Oké. Gyertek ti is! Ez olyan hülye duma, gyertek ti is, macséta, csak el ne törjön. Úgy, gyertek ti is, a szegények, ó Istenem. De látjátok, ilyenkor még a víz sem emelkedik. Na, ő is a rabszolgákkal van, a víz. Hát nem nagyon, jaj. Szegények, beszélni se tudnak. De ez milyen csúnya már, nem? A kurva, már bocsánat, szegény rabszolgák. Gyorsan már! Mentsük már meg őket, ez olyan szomorú. Nem hagyjuk itt veszni őket. Ez tudko. Mindenki. Miért fekszik? Hát meg van halva. Mindegy, akkor még feküdjön. Jó. Most hol? Mit csináljak? Hol vannak még rabszolgák? Halló! Arra még van rabszolga, biztos. Jaj Istenem, a végén még itt hagyjuk a fogunkat. Gyors. Jó, kimenekítettünk mindenkit? Jaj. Bowling. Basszus. Na, hogyha valaki azt mondja, hogy unalmasak ebbe a DLC-be a küldetések, akkor játszon ezzel a küldetéssel szerintem. Itt még kell valakit megmenteni? Vagy már nem tudunk? Gyorsan. Vagy kopoltyújuk nincsen az illetőknek? Halló? Itt kell kimenni? Jó, nem. Szegények, nézd meg. Azt se tudja, hogy merre van arca. Jó, nem bohóckodja már Normikám, indíts a bohóckot. Jaj Istenem. Azt a kurva. Na, ezt a küldetést a picsába. Lári-fári. Jó. Itt gondolom levegőt kapunk, nem kapunk levegőt. Vagy valahogy fel kéne úszni. Basszus, azt a... Adé! Most mit csináljunk? Na, most hol vagyok? Jaj, szegények, nem tudunk valahogy segíteni nekik? Vagy mi ez? Ilyen segíts magadon és Isten is megsegít? Duma, vagy mi ez? Szegények? De milyen jó küldetés már ez? Remélem nem ez utolsó küldetés. Remélem, tehát tényleg szívből. Jó. Úgy. Halljátok ezeket a jaj veszékeléseket, ezeket a szomorú hangokat, ezt a kínkeserves. Ez nagyon durva, nagyon szomi. Na, még én is kapok a pofámba vizet. És ennyi volt a végigjátszás. Na, úgy. Gyorsan. Tüdőkapacitás. Mennyi hulla van. De most mennyi rabszolgát sikerült megmenteni? Senkit?
Most viccen kívül kérdezem, most tényleg akkor senkit se sikerült megmenteni? Ez jó út. Azért vannak itt, akiket megmentettünk. Csak hát ugye, gondolom családtagok, rokonok, bajtársak, barátok, ők meghaltak, és... kaptak egy piros rózsát. Én még egyetlen piros rózsát sem láttam a játékban. Na remélem már velünk lesz a csaj. Ugye előző részben találkoztam, mert láttuk már a kormányzót. De akkor is meg kell ölni. Így van, így van. Bízzatok bennem, én egy assassin vagyok. Én értem, én megértem, de assassin vagyok. Örökké gyászok őket. Sikerült 15 rabszolgát felszabadítani? Hát nem. De ez nagyon tetszett, ez a küldetés. Ez nagyon tetszett. Jaj, ez már annyira nem. Ups. Oké. És akkor... hova kell mennünk? Oda kell mennünk. Abba a rabszolga barlangba, vagy mi az, az a bunker. Az a bunker. Úgy. Szökevénytábor. Szökevények rejtek el, bocsánat. Igen. Na nézzük akkor. Macsita. Itt nem lehet macsétázni. Akkor nem macsétázunk. Csövi. Csövi. Utolsó csata. Új. Akkor talán lesz mission? Na most ez a átvezető, ez hiteles. Hiteles átvezető, mert barlangban vagyunk, itt beszélhetnek így. I stay. Celebration tonight. You know well the grounds of the governor's residence. Choose your moment. Not get caught. Ja, hogy a kormányzó még mindig ugyanott él. Ami miért költözött volna? Földrengés miatt, vagy mi? Ja, akkor ugyanott él a kormányzó. Jó. Bocsánat, izé vagyok. ADHD. ACDC. Bocsánat, ACDC vagyok. Mentés. Okay. Keresd meg a kormányzót a birtokon. Megnézzük, hogy fel vagyunk a fegyverkezve. A petárdát egyáltalán nem használtam, illetve ezt a kötélfulángot sem nagyon, de még rajtatok szívesen kipróbálnám, basszátok meg. Hogyha már követtek. Hova? Minek követtek? Adjál meg. Na, én követlek titeket? Én follower vagyok? Nem vagyok én follower, akkor ti se legyetek followerek. Ennyi. Ennyi. Már a picsába. Na ez itt milyen jó lesz, milyen titokban megyünk már a kormányzó birtokához. Ú, de jó. Ezt már szeretem. Ez az még a lövöldöznek is, az még pláne jó lesz. Itt ugye, itt volt egy ilyen titkos is kis kiárat, bejárat. Mennyien jönnek utánam? Oh my gosh. Így. Na. Ugye ott ki lehetett menni. És az a kérdés, hogy itt be lehet-e jönni? Ajaj. Sok bolond. Na mindegy, addig vakarózok egyet. Hello! Világítanak. Jaj, csak ne ide gyere, mert mondom, ne ide gyere, mert... Ha, Jimmy! Úgy. Oké, azok még nem látom, most se semmit. Úgy. Füstbomba plusz egy. Jó, elmentek. Ti pedig... aludj el, kisember, aludj el! Jó. Mindent meg lehet oldani. Ott látjátok, ott az a kis bejárat. Szerintem ez így tök jó lesz majd. Mert ezen a... Na, beszélnem tök. Itt, így van. Na, nem elől megyünk be. Tök jó. Még jó, hogy emlékeztem erre. Hol rejtegetik? Itt a kormányzó. Ilyen tüzes piszkavassal, vagy mivel...
Hú, de undorító ez az ember. A kurva anyádat. Azt már, bocsánat. Hú, amúgy ezt az embert nem muszáj, nem szabad úgy megölni, hogy mit tudjam én, pisztoly, headshot, meg mit tudjam én. Nem, nem. Én már gondolkodok, hogy kéne megölni. Az a baj, hogy ebben a játékban úgy nem lehet úgy kínozni, nagyon. Nem is tudom. Nem is tudom, de majd... Nem tudom. Nem tudom. Róppal. Nem jó. Picsább, mondjuk a rejtett pengés alá, az nem olyan izé kíméletes. Azé. Olyaj, pofabor. Nem tudom még. Akit lőttek le, remélem a kormányzót. Jó, akkor szépen átmegyünk. Ez a tető, mint már jártunk volna. Én tudjátok, hogy kéne megölni? Vadító nyílal. Mi itt? Öl meg fejed a bilogvassal. Ő meg öt ölt a kalózmordájjal. Hát akkor a játék azt akarja, hogy ne sunyiba csináljuk, hanem gyilkolászunk. Jaj. Ez igen. Ájtonálló. Jaj, ez most szívás, ez szívás. Jaj Istenem. Nem lehet kettőt megölni? Jaj. Na mindegy. Nem baj, ez így jó. Támadás. De hova megy ez a köcsög? Hol a bilogvas, ki tudom mondani. Hol a bilogvas? Vagy mi? Megtámadta bennünket. Jaj, ezt elrontottam. Na mindegy, hagyjuk ezt el. Nem tudtam, hogy elmenekül. Várható volt. Gyáva szar. Basszus. De gyáva. Menjél a pecsába. Aj, közben szegénynek az, hogy kínozzák, azt hallgatni. Mekkora köcsök, kurva. Bocsánat. Na mindegy, szokásos körutam. Úgy. Jó. Szegény Jim is így sikkangatott a Lost and Damned-be, mikor Ray Bocsino ez az ével égett az arcát. Jó. De hogy kéne már ezt megcsinálni, hogy jó is legyen, a játéknak is jó legyen, nekünk is jó legyen. Mindenkit elaltatni. 12 altató nyilunk van. Nem tudom. Megpróbáljuk. Nem lesz elég, mi? Pláne meg így nem. Mondom, pláne meg így nem. A kormányzó nem veszi észre, hogy a emberével valami baj van? Valami hiba van a rendszerben, nem veszi észre egyébként? Ki veszi? Hát nem értem. Hol a bilogvas? Az a fejsze? Itt. Az tűz. Nem látom bilogvasot. Vagy a kezében maradt volna a bilogvas? Jó, most már elkapjuk. Azt a lúrztúr. Haha, egyedül maradtál kisfiam. Jó, mondjuk a faluban azért eléggé sokan még vele vannak. Ha Istenem, el fog menekülni, de a hajóra akarsz szállni? Ahova megyek már? Óho. Megpróbáljuk így megölni. Hogy, Norbikám, hogy? Ez itt a kérdésem, hogy így? Mi az a így? Meg amúgy. Aj, nem tudok menni, mert adémel hülye is bohóckodik. Oké, füstgránátokat folyamatosan dobáljuk. Dobálódunk a füstgránát. Ó, de jó, hogy táborban lett. Táborba futott. Aha. Te mit akarsz? Már hogy én tőled semmit, az biztos. Jó. Gyors. Itt meg tudunk bújni. Ez az. Aha, meg lesz az így. Jó. Gondolkozok közben, azért pampogok, mert mit tudjam én.
ellenállás, újratöltés, kelléktár, talán nem hát a Valley fejlesztései. Nem tudom magamnak kraftolni a DLC-ben semmit. Még altató nyilat sem. Hello! Ja Istenem, de hamar észrevett. Jó neked, hogy ilyen jó szemed van. Na mindegy akkor. Mindegy, kinyírunk mindig a picsába. Hallá, a kormányzó hagyfélem, hogy lehet örül, tudjátok, hogy ilyen sok emberemet úgy tudod megölni te. Nigro, meg mit tudja, hogy tudja, rasszizmus, meg minden. Aztán majd, majd pofára fogsz esni, kisfiam. Pofára fogsz esni, kisjányom. Itt minden, a szegény bakar kirohad, sok hús. Sok hús miatt. Úgy. Azt a pi. Kuli pintyó. Úgy. És akkor tüt-tüt-tüt. A kezében van az a bilogvas? Egyébként mindig azt kérdem magamba. Ott van, ott van. A kezében mit tart? Hey! Hello! Na! Ott a kezében a bilogvas. Na gyere, támadj, 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 támadj a bilogvassal. Elveszem tőled. Elveszem tőled. Megvan, megvan. Felveszi? A kardot vette fel. Jó van, én már felveszem a bilogvasot, te galád. Így. Ez a bilogvas? Á, kurva. Anyádat, azt a... Ilyen kemény vagy? Ilyen kemény vagy? Ha, hát Jimmel. Nézd már meg. Tud harcolni a fiú. Kovalé, kavalé. Haha, ezt megszívtad. Ott van valami kis toprongyos. Úgy. Who will come to your rescue? Your slaves? The overseers who follow your orders? Pathetic. What kind of man does not fight for himself? Why? I have killed many men on principle, but never have I wanted one to suffer as much as you. To understand what it is to gasp and beg for your life. Like the innocents you drowned. You mean those slaves? That ship? But they're not even human. Without the discipline and guidance of their masters, they turn to rebellion. Murder. Like you. I only wish that were true. Megérdemelted te, köcsög. Isten, milyen rohadékok. Hú, hát, hú. Na, legalább egyiket sikerült. Azt a kurva. Nagyon tetszik. Nagyon tetszik, nagyon tetszik. Na, mehetünk is tovább. De hova? Hova? Megöltük a kormányzót. Hova akarunk már tovább menni? És összeszakad a szék, amikor leülünk. It is done. He suffered badly. I made sure of it. Have you come to say goodbye? For now. But not without giving you this. Na, puszi lesz valami. Oh. After all. Az ilyen zenélő doboz. Ez a cherry popper. You're not worried it will fall into Templar's hands. There are worse things now. No Templar plot can equal your wrath. Tried to make light. Na, egyre jobban szimpatikus ez a csaj. Most már így a vége. Most, hogy nem veszekszünk, így most már szimpatikus. Eddig minden bejavult. Nem vagyok már fiatal. I must devote my energy to those who struggle for freedom. I will use my conviction and my creed to defend them. Alongside anyone who will help me. I have no one left to sell this to. Én azt hittem, hogy ez a csaj valamiért áruló lesz. Nem tudom, miért hittem ezt. De tényleg azt hittem. De szerencsére nem. Uh-huh. Uh-huh. Hát nem. Lehet Adéval ilyen, ilyen, mit tudom én. Impotens. Nem tudom, nem Chad.
A Devali nem Chad. Pedig lehetne. Nem tudom. Hát nem azt mondom, hogy homo. Hoppá, hoppá. Assassin's Creed, Freedom Cry. Producer. Izé. Lakatos Dezső. Game Director. Közben vakarózok amúgy. Na, köszönjük szépen, kedves Ubisoft, ezt a DLC-t. Köszönjük szépen. És akkor még mondanám azt, hogy nagy további teendők még vannak a DLC-ben, de nincsenek. Nincsenek, mert mondom, felupgrade-oltam a hajót, akkor megszereztem azokat a cuccokat, amit meg lehetett szerezni. Szia, hello! Sok rabszolgárt felszabadítottam. Itt van a ellenállásban. Minden jutam megszereztünk, kivéve ellenállási jutalmat, mondom, azt szerintem hülyeség. Szóval nem tudom mit csinál még. Hát itt még lett volna, úgy veszem észre, itt fejleszgetni való. Ezt észre sem vettem. A cépengés, macséjére. De ez is megvan már, nem kapható az üzletben. Kalóz Mordály, a dragonyos. A teljes szinkronizáció elérésének jutalma. Aha. Hát mindegy. Én azt mondom, hogy tetszett nekem az a DRC. Nem volt olyan hosszú, de nem is volt olyan kúrról rövid. Meg jó volt. Ilyet még, hogy mondjam, jó volt a történet, hogy ezt a rabszolgaságot így belevették, mert ezt így nem nagyon sok játék tette még bele. Tök jó volt, és jó Adeval és egy szerethető karakter. AC4-ben is az volt, találkozunk majd még vele a Rogue-ban, ugye. Szóval nekem tényleg így tetszett, meg így tényleg így hajtott az, hogy segítsek a rabszolgákon, meg ilyesmi, mert hogy együtt éreztem velük, meg ilyesmi. Tök jó, tök jó. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy majd a Unity, AC Unity mennyire fog engem lekötni, mert első vigyáltásgól annyira nem kötött le. De majd meglássuk, hogy például annyira leköte, mint az AC4 lekötött. Biztos, hogy nem. De először még ott van a Rogue. Szóval gyerekek, én megyek most, megyünk a hajóra, és akkor Edevalétől elbúcsúzunk. Jövünk majd az AC Rogue livestream-mel valamikor a napokban. Szerintem hétvégén jó lenne már elkezdeni, holnap. Na, tartsatok velem, ha tetszett ez a végigjátszás, dobjatok egy lájkot. Norbi voltam, sziasztok! Jó, bocsánat, adé, elbúcsúzunk vele tőled. Hello, sziasztok!